Bárcsak már tavaszt lenne, és kimehetnék emberegni a fűbe. Mondjuk itt bent is van egy csomó növény. Szobanövényeknek hívják őket, mert itt laknak velünk a szobában. Bár ha jobban megnézem, ez nem is egy egyszerű szoba, hanem dzsungel. Kalandorunk magához veszi a legszükségesebb kellékeket. Majd útnak indul, hogy felfedezze a szobadzsungel különleges zöld lakóit. Ezt a növényt úgy hívják, hogy lepkeorchidea. Vajon elrepül, ha hozzáérek? Á, nem! Csak azért hívják így, mert a virága egy pillangóra hasonlít. Itthon ebben a cserében lakik. Nem föld van benne, hanem egy csomó fakéreg. Azért, mert ha a természetben találkozunk vele, a fák törzsén él. Ezekkel a zöld kukacokkal, vagyis a gyökereivel kapaszkodik bele a fába. További jó növögetést, én megyek mást is felfedezni. A bátor kalandor tovább indul. Amerre jár, veszélybe botlik. De szerencsére hősünk nem ijedős fajta. Hoho, mit találtam? Látjátok, milyen kicsi ez a fa? Olyan, mintha összement volna. De az az igazság, hogy sosem volt nagyobb. Bonszájnak hívják. Ez egy japán szó, azt jelenti, hogy edényben nevelt fa. Sokat metszik őket, így nem hagyják, hogy nagyobbra nőjenek. Ne félj, én nem bántalak. Az ifjú dzsungeljáró még mindig nem fáradt el. Úgy tűnik, újabb csodás növényre bukkant. Milyen szép virág, biztos az illata is mennyei. Nem, ez csak egy művirág. Még a legnagyobb kalandorok is tévedhetnek időnként, de felfedezőnknek ez sem szegheti kedvét. Ez a hosszú zöld bot egy bambusz, nagyon strapabíró növény, még ebben az üveg vízben is eldegél. Ha nem a szobában, hanem a természetben találkozunk vele, több méter magasra is megnőhet. A boltban olyat is lehet kapni, amit meg lehet enni. A pandamacik is imádják, ez a fő táplálékuk. Megeheted az enyémet is, nekem nem ízlik. Hősünk mára megpihen, hiszen holnapra is hagyni kell kalandokat.